Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van már stúdiónkban Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemétváros polgármestere. Nagy szeretettel köszöntöm itt a rádióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatóit! Az elmúlt héten több cég is beruházásokat adott át, illetve elkészült egy új üzemcsarnok, illetve raktárcsarnok, daru szerkezet is az egyik cégnél, sőt az Univernek születésnapja is volt. Nagyon sűrű volt a múlt heti programja is polgármester asszonynak, hiszen ott volt ezeken az eseményeken. Igen, sűrű, de hála jó Istennek, Kecskemétnek teljesen jó hírekkel szolgálhatunk, és főleg a itt dolgozó munkavállalóknak egy óriási elismerés, hogy a nagy multinacionális cégek árnyékába, ugye mindig Kecskemétről mi jut először emberek eszébe az, hogy Mercedes, de mellette ennek az árnyékában óriási sikereket érnek el a Kecskemét, és elsősorban családi vállalkozások egyébként, mert mind a három vállalkozás valahol egy családi vállalkozás, a kisebbektől a legnagyobbakig, ahol az elmúlt héten, ahova az elmúlt héten meghívást kaptam, és nagyon érdekes és izgalmas területekkel foglalkoznak ezek a vállalkozások itt Kecskeméten. Ebből is látszik, hogy tényleg ennek a térségnek, ennek a városnak van egy iszonyatos innovatív, jövőbe mutató szemlélete, gondolkodásmódja, ez mind a három vállalkozás esetében igaz, és azt gondolom, hogy az is igaz, hogy nem csak kecskeméti hatókörű, hanem igenis megmozgatják a nemzetközi piacokat, és eljutnak a termékeikkel, eljutnak a szolgáltatásaikkal a határon túlra, nemzetközi piacokra, Nyugat-Európába, Kelet-Európába, illetve a Balkán térségbe is. Úgyhogy az a munka, amit itt Kecskeméten elvégeznek, az abszolút sikeres és eredményes. Ugye említettem az Univert, azt egyértelműen sokan ismerik, de az Abrazív Kft. Is egy új üzemcsarnokot adott át. Ott röviden mi történik majd ebben a csarnokban? Ez az Abrazív Kft. Legnehezebben megfogható ugye a köznyelv számába, ugyanakkor a legérdekesebb szolgáltatás portfóliója van, hiszen mérnök szolgáltatási munkát végeznek, és elsősorban az agrárterületen gyártanak az agrárium takarmányozás, tárolás kapcsán olyan tisztító berendezéseket, amelyek tisztító berendezések nem csak az agrárpiacra kompetensek, hanem például most már tudjuk, hogy az autóiparban is kompetensek ugyanezek a berendezések, és ha már ugye így környezetvédelmi szemléletben gondolkodunk a héten, hiszen több ilyen program is van, így környezetvédelmi szempontból is egy olyan mechanikai tisztítást végeznek el a gyártósorokon, az automatizált gyártósorokon ezeken a berendezések, amelyek nem használnak fel tisztítószert, vegyi anyagot, mechanikus tisztítással végzik a gyártósoroknak a karbantartását és tisztítását, úgyhogy tényleg önmagában egy teljes innovatív szemléletű vállalkozásról beszélünk, és hát számomra egy nagyon kedves információ volt szerintem mindannyiunkra, kecskemétieknek, hogy a Teslának is Berlinben, a berlini gyárában beszállítójává váltak. És ott van a Báthori Kft., akik ugyanis közel fél milliárd forintból ugye egy új raktárcsarnokot, daru szerkezetet valósítottak meg. Igen, a Báthori Kft. Is egy izzigvéri kecskeméti családi vállalkozás már nagyon régóta, és szintén, ha már tényleg környezetvédelem a téma, abszolút kapcsolódnak hozzájuk, hiszen ők a vasúti logisztikára fejlesztették a szolgáltatásukat, tehát abszolút hisznek abban, hogy a közúti fuvarozás az felváltható a vasúti fuvarozással, és ennek egy logisztikai kiszolgáló kapacitását alakítottak ki ugye a Szent István Király körúton, közvetlen vágány bekötéssel, beállással, és így több olyan ipari szolgáltatót ki tudnak vasúton keresztül szolgálni, amelyek sokkal inkább elveszik ilyen szempontból a terhet. Ez Kecskeméten különösen fontos, hiszen az a hihetetlen gépjármű és kamionforgalom, elsősorban kamionforgalom, amely egyébként átmenne a városon, az egyrészt az elkerülő utakon ilyen szempontból lecsapódik, tehát ez egy óriási eredmény az elmúlt 10 év ipari fejlesztésének, hogy nem zúdulnak át a kamionok, a terautók a városon keresztül, és minden mellett meg a vasúti logisztikát is tudtuk szervezni, fejleszteni, és azon keresztül is nagyon nagy mennyiségben érkeznek az áruk az ipari területekre. Zene után innen folytatjuk a beszélgetést.
Szemereiné Pataki Klaudiával, Kecskemétváros polgármesterével beszélgetünk ebben az órában, és hát az elmúlt hét eseményei között azért megemlítjük ugye az Univer 75. születésnapját, egy fesztivált szerveztek konkrétan, mert ennek lezárása volt például Kecskemét főterén egy nagy koncert, a Kowalski meg a Vega, de hát előtte pénteken és szombaton be lehetett lesni az Univer gyárába, ha jól tudom, mert ugye erről szólt legfőképpen ez, igen, a két nap. Igen, hát az Univer az egyik legkedvesebb vállalkozásom itt Kecskeméten, hiszen ő az, aki a tradíciót, ez a vállalkozás képviseli, és ötvözi a tradíciót és a modernitást, és kecskemétiséget, és a hungarikum, és a nemzeti életérzésünknek a tulajdonképpen megtestesítője. Az Erős Pista kampányával és termékével gyakorlatilag meghódított minden kecskeméti és minden magyar vállalkozást, és ugye szerencsére most már külföldi háztartásokhoz is elér, családokhoz is elér. Szerintem nincs olyan asztal ma Kecskeméten, családi asztal, vagy akár a városban, ahol a húsleveshez, vagy a pörkölthöz, vagy a gulyásleveshez ne kerülnének elő ezek a termékek. Nem csak az Erős Pista, hanem a gulyáskrém és azok a Édes Anna és a kedvelt termékcsoportjai. És hát igazából városunk díszpolgára Szarka Balázs is folyamatosan a kecskemétiségét és a kecskeméti társadalmi szerepvállalását is erősíti ennek a vállalatcsoportnak, hiszen mindig a társadalmi felelősségvállalásban nagyon erős volt az Univer sport támogatásban, rászorultak támogatásában, és most pedig egy teljes megújuláson megy át, megreformálják az arculatukat, a termékeiken változtatnak egy kicsit, és hát kinyitották a legrégebbi gyáregységüket, amelyeket felújítottak egy régi kis savanyúság tartósítószer üzemből, ahogy indult ez Hetény egyháza, abból egy gyönyörű, szép, modern, mindenki számára látható legmodernebb gépsorokkal berendezett gyártóbázist építettek és újítottak föl Hetény egyházán, és mindenhez még került egy abszolút nemzetközi hírű köztéri alkotás is. Ugye Szőke Gábor Miklósnak, az egyik szobrász művésznek, aki most nagyon híres nemzetközi szinten is, ugye Atlantában a Fradisas szobra vált ismerőse itt Magyarországon, de Atlantában és Németországban is vannak nagy szobrai. Itt pedig egy paprikát készített el a bejárathoz, és hát egy teljesen új piacra nyitottunk, mégpedig a turisztikai piacra ezzel az Erős Pistával, úgyhogy ezzel a fesztivállal megalapoztuk a jövő évi hangulatot, és közösen tervezünk jövő évre, októberében egy igazi nagy paprika fesztivált, ahol már nem csak a kecskemétieknek, hanem igazából az ország különböző pontjairól is majd várunk mindenkit. Igen, akkor hagyományteremtő céllal elindult ez az Erős Pista Fest, ami első alkalommal volt most, és akkor jövőre pedig folytatjuk. Igen, Paprika Fest. Egyébként Kowalskiek is, ahogy láttam a közösségi oldalukon, pont így hirdették, hogy szombat este Paprika Fest, tehát már kicsit már a köztudatba jött ez is. Igen, abszolút, és én azt gondolom, hogy nagyon helyén volt a koncert is, ugye ők is születésnapjukat ünnepelték, az Univer is a 75. születésnapját ünnepelte, és amikor végignéztünk a főtéren, és az az 5-6 ezer ember minimum, mert ugye minimum, nem tudom, igen, összeszámolni, de minimum 5-6 ezer embernek, amikor egyszerre fölgyulladtak a mobiltelefonoknak a lámpája, ez egy gyönyörű szép látvány volt, úgyhogy megmozgatták az egész város, gratulálok nekik. Újra zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármester a vendégünk. Továbbra is a gongot hallgatják, és vendégünk Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemétváros polgármestere. E beszélgetésünk után siet az egyetemre, hiszen ott is egy fontos esemény lesz ma. Áder János érkezik Kecskemétre, és az egyetem vendége lesz. Mi történik ott egészen pontosan, és mi lesz a téma, gondolom, a környezetvédelem? Igen, egy meghívás és egy viszonthívás van az egyetemen. Áder köztársasági elnök úrunk, egykori köztársasági elnök úr, a Kékbolygó Alapítvány képviseletében jön most az egyetemre, hívtuk meg őt vendégként, aki először meghívott az ő podcastjába, és ebben a podcastben beszélgettünk azokról a kecskeméti célokról, amelyek a környezetvédelem, karbonsemlegesség, természetünk védelméről szól, és azokról a feladatokról, és ennek kapcsán nagyon izgalmas feladatok kerültek napvilágra Kecskemétről, és jelezte, hogy ő nagyon szívesen eljönne, és akkor így megnézné, hogy valójában mi, hogy is működik.
aminek ugye már több állomása is volt, hiszen a Bácsvíz ZRT-hez is ellátogatott korábban, ahol a vízszolgáltatási hálózat teljes modernizálását és biztonságát nézte meg. Most pedig az egyetemen fogadjuk vendégül, hiszen egy új izgalmas kutatás keltette fel az érdeklődését. És hát Kecskemét azért élen jár itt a környezetvédelemben, hiszen az elmúlt időszakban is sokszor beszámoltunk, akár gondolunk beruházás kapcsán, vagy itt van ez a karta is, amit már említettünk, vagy beszéltünk róla pár hónappal ezelőtt. Igen, vannak újszerű megoldások a városban. Azt gondolom, hogy nyilván a szokványos, hogy fát ültetünk, esőkertet hozunk létre, és akkor nem szemetelünk, csökkentjük a szemetelést. Tehát ezek azok az alapvető igazságok, amelyek mindig kellenek, ezek az elfelejthetetlen elemei egy környezetvédelmi gondolkodásnak. De mellette az egy kicsit többről van szó, hogy az egész várost át szeretnénk szőni, és ezért hoztunk létre egy környezetvédelmi kartát is, amiben már az iparnak a kibocsátó képességeivel és azoknak a csökkentésével szeretnénk foglalkozni, hiszen azért az elmúlt időszakban egy jelentősebb ipari fejlődés zajlott a város életében, és az ipar középpontjába is kell helyezni ezt a gondolkodást, ezért hoztuk létre ezt a környezetvédelmi kartát, valamint hát ugye nem beszélve az energiaválságról, hiszen most indul a fűtésszezon, mindenki el van foglalva, jönnek a sötétebb, hosszabb napjaink, amikor ugye többet kell világítani, többet kell fűteni, több energiát felhasználni, és ilyenkor nem mindegy, hogy milyen energiát használunk föl, hogyan, és pláne nem, hogy mennyit fizetünk érte, úgyhogy ez a másik terület, amellyel kiemelten foglalkozunk, és erre hozzuk létre az energia közösségét a városnak. Említette polgármester asszony, hogy egy izgalmas kutatásnak az új eredményeit hallhatjuk majd itt Kecskeméten, de milyen kutatásról van itt szó? Igen, a Neumann János Egyetemnek a járműmérnök tanszéke még mindig élen jár az újszerű technológiában. Ugye világszerte híressé váltak arról a nagyon alacsony fogyasztású napelemes autóiról, illetve a felhasználású autóiról, és most egy új területre merészkedtek, mégpedig a hidrogén területre. A hidrogén tárolás és a hidrogén meghajtás területére, és arra, hogy magát az egész autónak a autó energia racionalizációját, energia optimalizációját, hogy lehet fejleszteni, hogy lehet minél innovatívabban fejleszteni. Ezekben a területekben érnek el óriási eredményeket. Egyébként készülnek Dubajba is a COP27-re, ami egy hatalmas nagy nemzetközi szakkiállítás és vásár, úgyhogy igazából ezek azok a területek, amely felkeltette az érdeklődését Áder elnök úrnak, és erről fog a mai nap folyamán tájékozódni, és ő is előadást tartani, hiszen az egyetemünk azért nem csak a járműmérnök tanszékről szól, hanem igenis van egy fenntartható gazdálkodással foglalkozó gazdálkodási szakiránya is, van ugye a kertészeti karon, ugye a vidékfejlesztési karon, szintén a biogazdasággal, gazdálkodással foglalkozó és a környezetvédelem fenntartással foglalkozó szakterületei is. Hát természetesen a járműmérnök és az informatika és az energetika területén, a gépipar területén pedig számtalan terület van, ahol a környezetvédelemmel, a technológiával foglalkoznak a hallgatók. Szemereiné Pataki Klaudiával, Kecskemétváros polgármesterével beszélgetünk ebben az órában. Pár percünk maradt, és mindjárt el is engedjük polgármester asszony, még csak annyi, hogy ugye csütörtökön közgyűlés, milyen napirendi pontok vannak, vagy akár ha már környezetvédelem van, köthető napirendi pont a környezetvédelemhez kapcsolódóan? Abszolút, abszolút van, és egy nagyon izgalmas, bár egy kicsit elcsépeltnek és rövidnek tűnő napirendi pont, de annál izgalmasabb, mégpedig az autóbuszjainknak a cseréje, és hogy milyen alternatív meghajtású cserét végezzünk. Ugye ezeket teszteltük az elmúlt időszakban, ugye voltak elektromos buszok a város életében, amiket teszteltük, de most úgy gondoljuk, hogy összefogva az egyetemmel, és ezzel az új innovatív környezettel, ugye hidrogén
meghajtású buszok beszerzését szeretnénk 2025 januárjában eszközölni. Két darab zéró kibocsátású hidrogén alapú hajtásláncú buszt kíván a város beszerezni, és hát utána természetesen folyamatosan cseréli le a buszflottát ennek megfelelően. A másik izgalmas terület, én azt gondolom, amiről nagyon keveset beszélünk, hogy a kibocsátást nem csak az üzemanyag és a meghajtás esetében érdemes nézni, hanem ami a kipufogó gázból kijön, és a végén kijön az autóból, illetve az autóbuszból, annak az értéke legyen nulla. Ennek is van már egy technológiája, úgyhogy ezt is elkezdtük tesztelni és vizsgálni, hogy az autóbuszoknál ez hogyan alkalmazható, a dízel autóbuszoknál. Izgalmasan hangzik, és természetesen mi is a közülés legfrissebb híreiről beszámolunk, illetve hát egy hét múlva várjuk vissza, polgármester asszony. Köszönöm szépen a meghívást, szép napot kívánok mindenkinek!